soron, amit már megszokhattuk, 10 együttes lép színpadra, hogy produkcióikkal bizonyíthassanak a nézők és a zsűri előtt. Az idén egy 4-tagú szakmai zsűri nézi végig a koreográfiákat, majd a gálaműsort követően értékelni fogja azokat. A zsűri tagjai: Kallós Zoltán, Kossuth Díjas erdélyi néprajzkutató, népzenegyűjtő, 2000 óta a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti néprajzi tagozatának tagja, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület tiszteletbeli alelnöke. Nem Arcsek György, a Nyírség Tánc Együttes művészeti vezetője, a Martin György Néptánc Szövetség alelnöke, többszörös aranysarkantyús táncos, többszörös kimittud győztes a Nyírség Tánc Együttessel. Fazakas János Fazi, a Maras Művész Együttes volt táncosa, a Mezőmadarasi Álvalányha és a Nyárát Szent Benedeki Reménység Tánc Együttesek vezetője. Illetve Lengyel László Türei, hagyományőrző táncos, énekes, az erdélyi táncház mozgalom egyik jeles elindítója. Színpadra hívom elsőként a Bekecs Néptánc Együttest, mely 2007-ben alakult Nyáráczeredában. Nagy hangsúlyt fektet a helyi táncok és népszokások bemutatására, ugyanakkor más tájegységek táncait és szokásait is előszeretettel viszi színpadra. Kutatva a néptánc színpadi feldolgozására különböző módszereit, az utóbbi években az együttes több táncszínházi és színházi produkciónak is alkotója vagy résztvevője volt. Műsorszámai az erdélyi folklórról nyújtanak életképet, kiemelve azokat a jelentéseket, hangulatokat és életérzéseket, amelyeket a néptánc jellegzetes mozdulatrendszerébe az idők folyamán szervesen beleépültek. A mai gála műsorra egy pár tánc járásaiból című összeállításukkal érkeztek, koreográfusuk Benő Barna Zsolt, Kísér Kicsi és bandája, kívánok önöknek kellemes időtöltést! Hey!
Következőként köszöntsük szeretettel a Gyöngyvirág Néptánc Együttes Tusnádfürdőről. A Gyöngyvirág Egyesület, ezen belül a Gyöngyvirág Néptánc Együttes célja a hagyományok, a népi kultúra ápolása és továbbadása. Az Egyesület keretein belül néptáncoktatás zajlik gyerekeknek és felnőtteknek. A Gyöngyvirág Néptánc Együttes kapcsolatokat ápol határon innen és túl tevékenykedő néptánc együttesekkel. Az együttes vezető Zója Ilona, táncoktató Melles Endre. Ma a kalotaszegi román páros táncot mutatnak be, összeállította Melles Endre, kísér a harmadik zenekar. Thank you.
Segesvárról. A Segesvári Kikel és Néptánc Együttes 1993-ban jött létre, 2005 óta pedig önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Az együttes számos erdélyi néptánc fesztivál visszatérő vendége, és több alkalommal mutathatták meg tudásukat külföldön is, Magyarországon, illetve Németországban. Táncosaikat nemzetközi versenyeken is díjazták, 2001-ben Zalaegerszegen és 2002-ben Keszthelyen. Repertoárunk erdélyi, magyar, román, cigány és száz táncokból áll, ezen kívül táncszínházi produkciókat is tartalmaz. Szervezésükben évente több önálló előadásra, néptánc és népdalversenyre, fesztiválra, edzőtáborra kerül sor. Együttes vezetőjük László Imola, táncoktatók Varró, Huba és Bogdán Zsolt. A 7. erdélyi néptánc antológián bemutatott koreográfiájuk, százszállási cigánytáncok, koreográfus Varró, Huba, kicsi és bandája. Thank you.
érkezik a Zurguló Táncegyüttes Kolozsvárról. A Kolozsvári Zurguló Táncegyüttes a Kolozsvári Bogáns Lin Táncegyüttesének első, végzős nemzetét alapította 1993. októberében. A 2013-ban 20 évét ünneplő együttes arculatát meghatározzák a táncszínházi jellegű műsoraik is, az elmúlt két évtizedben 12 tematikus koreográfia, illetve a táncjáték bemutatására került sor. Kalotaszeg 1994-ben, Tollas-Erzsi 1997-ben, El kell menni katonának 98-ban, Déli báb szintén 98-ban, Poltri 1999-ben, Intelme 2000-ben, amikor a pásztor elvesztette a türelmét 2000-ben, Játék 2001-ben, Pótlás 2006-ban, Postakert 2008-ban, Erdélyi Néptáncokon Zip 2011-ben és a Hérészben 2012-ben. A mai gála műsoron a Nagyapám Nótája című koreográfiát mutatják be, mely hidei táncokra épül és az Esztényi Csoma Ferenc prímás emlékére készült. Koreográfus Köncei Csongor kísér a harmadik zenekar.
következő együttes a Voltmaros Néptánc Együttes. A Voltmaros Együttes 1992-ben alakult a helyi műveledési otthon csoportjaként. Fontos célkitűzésük, hogy a fiatal táncosaik meglássák és megértsék, önmaguk számára felfedezzék azt az élet értékrendet, amelyet a népi kultúra önmagában hordoz. Fontos számukra a néphagyományok ápolása, felevenítése, megtanulása és bemutatása. Együttes vezetőjük Pap György, a mai gála műsoron pedig mezőmadarasi táncokat táncolnak, koreográfusuk Nagy Levente, Kísér Kicsi és Bandája. Thank you.
az életük részévé, életformájukká vált. Mindannyiuk lételeme a tánc, amely segítségével életérzéseinket, gondolkodásmódjukat és a tánc, valamint a táncház szellemiségének lényegét, érzésvilágát próbálják közvetíteni. Négy személy, három tevékenységi ágazat, négy származási hely, egy szemléletmód. Röviden így fogalmazza meg személyes hátterét a csapat. A tánckar tagjai András Lóránt, Marti Jenő, Melles Endre és Tamás Levente. Idén a Kalotaszeg Gyöngyei című koreográfiájukat mutatják be, a koreográfiát a tánckar tagjai közösen állították össze, kíséri őket a harmadik zenekar. Thank you.
nagyváradi Csillagocska Néptánc együttes gyökerei 1996-ra nyúlnak vissza, amikor a ma már Pár című keresztény egyetem nevet viselő intézmény jogelődje megteremtette az első erdélyi magyar zenepedagógiai oktatást. 2012-ben a Csillagocska Alapítvány 10 éves fennállásának alkalmából a táncegyüttes Tánciskola a Dűlő úton című táncjátékát mutatta be, melynek vendégelőadóként Berec András és a Sepsen-Györgyi Helveder zenekar volt a vendége. A táncjáték rendezője és a koreográfusa ez alkalommal is László Csaba és Dimény Levente, illetve mindenkori munkájukat segítve Brúgos Sándor, Brúgos Anikó, Tolnai Tímea, Konrád Tamás és Benedek Árpád voltak. A 7. erdélyi néptánc antológián bemutatott koreográfiájuk Sáréti Verbuválás, koreográfusuk László Csaba és Brúgos Sándor. Kíséri őket a Csillagocska zenekar. Thank you.
Azt szeretnénk, hogy a csapatban megforduló fiatalok igazi élményekkel, használható táncanyaggal és minőségi szemlélettel feltariszázva szóródjanak szét a nagyvilágban. Vallja a jövőre 15. születésnapját ünneplő Hördötérdenyér Néptánc Együttes művészeti vezetője, Bot József. A csapat Kolozsváron tanuló diákokból és itt letelepedett fiatalokból áll. Női tánckarvezetők az alapítás óta, Bot Zsuzsa, Albert Kinga és Olá Orsolya. A haladó és az utánpótlás csoport összesen több mint 60 taggal rendelkezik, az utánpótlás vezetői Miklós Sándor és Miklós Márta. Jelenleg negyedik egész estés táncműsoruk színpadra vitelén dolgoznak Sára Ferenc segítségével. A csapat szívügyét, a kolozsvári népzene és néptánc találkozót idén novemberben 10. alkalommal fogják megszervezni. Az Ördögtérje Néptánc Együttes majd imesi és mélykeréki táncokat mutat be. Koreográfusú Gorza Kölén és a tánckar, kísér Bartis Zoltán, Kicsi és Bot Zsuzsa. Thank you.
1995-ben az Apácai Csere János Liceum belkeiben megalakult Kolozsvár második magyar néptánc együttese, a Szarkaláb. A kezdetben Apácai és Bátori diákokból álló csapat lassan a Kolozsváron tanuló, Erdély szinte minden vidékiről származó egyetemi hallgatók együttesévé vált. 1999-ben nagy átalakulásra került sor az együttes életében, a jelenlegi csapat magja azóta is együtt táncol. A Szarkaláb együttes legfőbb célkütűzései közé tartozik az erdélyi táncok megtanulása és eredeti formában való színpadra vitele. Nem céljuk a túlkoreografálás, a táncszínházasítás. Nagy hangsúlyt fektetnek a táncoktatásra, fontos számukra a hazai és külföldi fellépéseken, fesztiválokon való megmutatkozás. Jelentősen hozzájárulva ezáltal az erdélyi kisebbségi kultúra megismertetéséhez és a zenehagyományok nemzetközi terjesztéséhez. Együttes vezetőjük Pirik Balázs, ma mezőkeszői táncokat mutatnak be, koreográfusuk Mátéfi Csaba, kísér a Cselekje zenekar. Thank you.
Mielőtt a mai gálaműsorunk végéhez érnénk, a színpadra hívnám, engedjék meg, köszönetet fejezzük ki mindazoknak, akik segítségre nélkül nem, ez a rendezvény nem jött volna a létre. Köszönettel tartozunk mindenkori támogatóinknak, akik felmérve a rendezvényünk fontosságát évente hozzájárulnak ennek megvalósításához. Az idei rendezvény támogatói a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Szakmai Kollégium a Budapestről, az Etnikumi Kapcsolatok Főosztálya a Departamento de Relaciones Internacionales Bukarestből, a Comunitas Közös Alapítvány Kolozsvárról, a Bethlen Gáborral a Budapestről és a Mamut Kopi Center Sepsiszentgyörgyről. Köszönettel tartozunk mindenkori házigazdánknak, partnereknek, akik áldozatos munkával, sok esetben anyagiakkal is hozzájárulnak a rendezvény létrejöttéhez. A 7. Erdélyi Néptánc Antológia társszervezője, a Szilágy Megyei Kulturális és Művészeti Központ. Köszönjük Daniel Szakuál igazgató úrnak, Magy István művészeti vezetőnek és a házigazda terpetének az eredményes együttműködést. A már megnevezettek mellett köszönettel tartozunk az újabb és újabb táncos generációknak, ahogy megerősítik munkánkba vetett hitünket. Köszönettel tartozunk az együttes vezetőknek, akik egy szemében látják el egy-egy műkedvelő csoportosulás minden adminisztrációs tevékenységét. Köszönjük, hogy idén is velünk lehetünk. Visszaválunk jövőre is, és akkor végül, de nem utolsó sorban köszöntsük a színpadon a 7. Erdélyi Néptánc Antológia házigazdáit, a Terbete Néptánc Együttest, a Messzes Néptánc Együttes magyar tagozatát. A Terbete a Szilárdság reprezentatív néptánc együttese 1999-ben alakult a Prózila Együttes védnöksége alatt. 2004-től a Szilágy Megyei Művelődési és Művészeti Központ keretében működő Messzes Néptánc Együttes magyar tagozata. A Höncögő Gyermek Néptáncsoport, amely 1996-ban alakult, állandó felkészült utánpótlás biztosít az együttes számára. Céljuk a szilárdsági népdalok, táncok és hagyományok minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése. Rangos hazai és határon túli fesztiválok és néptánc találkozók rendszeres résztvevői. A Kárpát-medence minden régiójában megfordultak, és testvérkapcsolatokat ápolnak ezen régiók magyar együtteseivel. Az együttes saját zenekarral rendelkezik, önálló programjaikat énekes szólisták is kiegészítik. Az együttes művészeti vezetője és koreográfusa Matyi István. A gálaműsor záróakkordjaként krasznajai és pretjumenti táncokat láthatunk koreográfus Antal Dóra és Antal Roland. Kísér a Terbete zenekar. Oh,
Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmünkkel. A gála műsort követően sor kerül a zsűri kiértékelésére, amelyre szeretettel várunk a jelenlévő táncsoportok vezetőinek mindegyikét, és minden táncsoportból egy-egy párt. Még egyszer köszönjük, hogy jelen voltak, találkozunk 2014-ben.